látható a mi cicánk, éppen mosakszik, kicsit távolabb tőle az ő általa is nevelt csirkék. Mennyi? Egy két hétig nevelte őket? Egy hétig? Meddig volt velük? Két hétig gondozta, viselte a gondjukat, ha nem is egészen befeküdve hozzuk. Aztán a végén már csinték a szemét, a fülét, főleg a szemét. Jó bolondok lesznek ki, akkor mit csinálnak? Én látszik, most kell rájönnek arra, hogy mégsem madarak, nem tudnak repülni, szeretnének repülni, nem csinálnak. De nem tudnak repülni. Megpróbálják azért. Egymást a kakasok leállítják. Hoppá, Nini, már kakas viadal is van, pedig még csak 4 hetesek, illetve 1 hónaposa. Hoppá, Csicsuka, mit csinálnak, szíve? Mit csinál? Milyen ragadozó szemekkel nézi őket. Tehát ő nevelte, most már azért csak nem fogja megfogni őket. Más macskák viszont igen. Na. Paradicsomjaink egyelőre az ablakban, hátul is vannak az ágyásban. Paradicsomok. Nem tudjuk, hogy nyáron beérnek-e még. Mostanig mind bent kellett tartani őket. Mert ott is paradicsomokat van a kúton. Paradicsomok vannak. Bent kellett tartani, ott van egy szépen kifejlett paradicsom, nem ilyen. Nem tudom, lehet-e közelíteni ezt? Nem lehet. Jó, nem egyszerű. Ezt majd kiültetjük, hátul vannak ágyások. Paradicsomokkal itt leányokra bíztam, és itt nincs csak fügefa, meg valami napraforgó kerültetve. Két fügefavánk van. Majd azt is rendbe rakjuk jövőre. Egyelőre csak kísérletezünk. Mi van, szíved? Rigófészkünk is van? Gyere, nézzük meg! Makjárán, de meg kell te mutasd, mert én nem tudom, hogy hol van. Na, egy rigó is befészkelt hozzánk, csak nem tudjuk, hogy fogjuk megosztani. Na, itt legelnek a mi csirkéink. Egyelőre szomszédok azt mondták, hogy valaki mindig kell vigyázzon rájuk, ez most éppen Réka a csirkepásztor. Mit szólsz, Réka? Tetszik az új minőség, a csirkepásztor vagy? Igen. Igen? Jó, mert hogy a macskák állítólag itt megfogják még az ekkora csirkéket. Na, Ivid elvezett engem, a homokozó egyelőre árva, mert nagyon esős volt itt az idő, szerencsére. Itt akkor nem kell annyit locsolni. A kertünk az szép, gyönyörű, nagyon szeretek benne lenni, fűbe hengbergőzni, mert itt aztán kaszálógép szóba se jöhet. Mondj, mutass szívem a rigófészket. Hol, drága? Most nem jó benne. De hol? Ott van, igen. És ott kicsi fiókák olyan vannak-e benne? Honnan tudod te? Látod a tojásokat? Nem. Hát. Hanem, hogy még nem tudnak kikelni. Miért? Hát mert nincs itt az ideje. Nincs itt az ideje? Te értesz a rigókhoz? Nem, csak mondták a testvéreim. Jó, és ők biztosak, hogy tojás van benne? Hát nem biztos. Azt a nálon szállat a rigó hozta oda, olyan biztos fészket akartam. Szegény. Hát az nem oda való. Vegyük le azt. Hoppá, de az egész jó, hát be van fonva a fészekbe. Nem mozog az egész fészek, nem szabad levenni. Szegény kicsi rigó. Hát csak azért költözött ide, mert itt nem nincsen levágva. Azért költözött ide? Igen, mert itt tudott fészket építeni. Ahol nincs levágva a fű, ott fészket tud építeni? Igen? És ezt te mind tudod? Hát látjuk.
Na, itt megnőttek a paradicsomjaink, csak az a baj, hogy van, nem, virágja is van, ott lesz paradicsom már. Jó, csak az a problémánk, hogy az például, az milyen, az citromfű, ugye? Vagy? Tehát van itt olyasmi is, ami nem búrján, olyasmi is, ami búrján. Az is citromfű, itt meg a csihányt is medárda ültette el. Magyarországon csalánnak mondják. A székely nyelv az megkülönbözteti a csalánt a csihántól, mert a csihán az, ami csip. Itt talán árva csalánnak mondják azt, amit székelyek csalánnak mondanak. Na, tehát itt van egy csomó ágyás paradicsommal. Van egy csomó ágyás. Nem ennyi paradicsom, csak közben gyomlálni is kellene, de hogy én mostanában el voltam foglalva horoszkóp értelmezésekkel. Ezeket a környező, mit tudom, a város szélén található kis erdőrészből szedtük ezeket a karókat. Voltunk oda kirándulni. Másik nem, több nem virágzott ki, ugye? Hát itt elég csenevészek, mert igen sok volt az eső mostanában. Itt nem volt jégeső, mint az ország többi részében. Kapor, ide is kaport ültettek-e? Középre, jaj, középre. Hát akkor lehet, hogy az már kapor. De lehet olyan kis burján is. Ne. Lesz paradicsom? Ne. Paradicsomunk jól áll, csak burján ki kellene szedni közben. Én mondtam a leányoknak, hogy szedje ki. Ez később ültetett ágyás. Most készítettem őket, itt nem voltak ágyások. Mi ástuk fel, igaz? Medárda is keményen ásotta, még nem tanult keményen, de most nagyon belehúz a felvételi vizsgájába, be akar jutni az egyetemre, Szegedre. Na, itt van paradicsomunk. Tessé? Van virág azon? Rügyecske, jó? Mutasd csak, hol, nem látom. Na jó, hát én nem látom, de legyen, te biztos, hogy jobban tudod. Na. Mit láttál? Ne, ott a barack, ne. Már nem olyan zöldek. Igen. De ott van egy szilvafa, nem ilyen keményen terem.